Na hát, nagyjából ez lenne a koncepció. Mit szól hozzá? Az, hogy a barátaimnak igazuk volt. Miben? Hogy maga túl rámenős. Nem tetszik a stílusa. Ez azt jelenteni, hogy nem szívesen dolgozna velünk? Hát magával nem szívesen. De a tervek... Igen? Azok átkozottul jók. Ezt komolyan mondja? Nem is tudom, mikor láttam utoljára ilyen remek munkát. Ugyan már, hát... Csak ne szerénykedjen. Tanuljon a bátyjától. De az igazság az, hogy sajnos én vagyok az idősebb. Ó, igen? Igen, már ha jól tudom. Megtudhatnám, hogy akkor most mi a helyzet? A helyzet az, hogy ha a testvére is képben marad, akkor meg tudunk egyezni. Hát persze, hogy képben marad, hiszen ez családi vállalkozás, igaz, Andriskám? Hát... Akkor gratulálok. Ah, nagyon szépen köszönöm. Főleg magának. Nagyon kedves. De most rohannom kell. Minden jót. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszlát. Há, igen! Ja, Istenem, azt hittem, érted, hogy egész éjjel hiába. Hát, öregem, nekem is úgy tűnt, de sikerült levenni a csajt a lábán. Viszont te nem nagyon loptad be magad a szívébe. Nem is akartam. Én más valakinek a szívébe szeretném belopni magam. A Roberto szívét meghagyom a bátyúnak. Adjál már, adjál. Mondtam én, hogy jó csapat vagyunk, igaz?